A szomszédunkban zajló ukrán-orosz háború kapcsán Magyarország biztonsága az első címmel Benkő Tibor honvédelmi miniszter tartott előadást Pécsen. Mint ismert, 5 NATO tagország katonái érkeznek a Dunántúra, hogy ott a szövetség magyar vezetésű harccsoportjához csatlakozzanak, és a magyar honvédség bázisain közös kiképzéseken, gyakorlatokon vegyenek részt. Amikor a saját nemzeti képességeinket fejlesztjük és erősítjük, akkor ezzel együtt fejlesztjük és erősítjük a szövetség a NATO képességeit is, mondta a honvédelmi miniszter. Ez az egység adja azt, hogy igenis legyen garancia az ország békéjére és biztonságára, hiszen a nemzeti képesség mellett a szövetségi erőképessége, amely a washingtoni szerződés 5. cikke szerint egyértelmű minden NATO tagállam számára, biztosítja azt, hogy a legnehezebb helyzetben is képesek legyünk az ország békét és biztonságát garantálni. A tárca vezető országos előadásainak pécsi állomásán válaszolt a hallgatóság kérdéseire is. A honvédelmi miniszter Hoppál Péter a térség országgyűlési képviselőinek meghívására érkezett a megyeszékhelyre. A politikus egyben az esemény házigazdája is volt. Megerősödhettünk abban, hogy a kormány a jelenlegi nemzeti polgári kormány kezében nagyon jó helyen van a biztonság kérdése, és személyesen az ő katona miniszteri mi volta is garanciát jelent arra, hogy Magyarország nem sodródhat bele ebbe a háborúba, és hogy a békénk és a biztonság mindenek feletti megőrzése az egy kormányzati különleges vállalás, ami felett maga a honvédelmi miniszter is erős eszköztárral őrködik. A fórumnak a református gimnázium sportcsarnoka adott otthont.